Csütörtök délután a Sóstó Vadvédelmi Központban mutatták be annak a programnak a záró elemeit, amely Székesfehérvár eddigi legnagyobb fejlesztésének eredményeként jött létre. A Sóstó természetvédelmi terület és a csónakázótó rehabilitációja, valamint a sóstói stadion korszerűsítése 10 év alatt 20 milliárd forintos vissza nem térítendő kormányzati forrásból valósult meg. Mészáros Attila alpolgármester a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarország kormánya 2013-ban döntött a fejlesztésekről, a támogatási szerződést pedig 2014-ben írták alá a felek. Nagyon-nagyon sok minden valósult meg az elmúlt években, hiszen a stadion mellett a sóstó megújult, az északító körbejárhatóvá vált, a mederkotrás megvalósult, a csónakázótó és környezete megszépült, a számtalan útfelújítás, parkolóépítés mellett pedig a vadvédelmi központ is elkészült, és most már a harmadik évében működik, és hát igen sikeres, hiszen nagyon sok állatot fogad be, nagyon sok látogató van, rengeteg minden történik a vadvédelmi központban, és az utolsó néhány 10 millió forintból pedig a csónakázótónál befejeztünk egy járdaszakaszt, amit megújítottunk. Mészáros Attila hozzátette, hogy a Csikvári út hosszú sétatér kereszteződésében elkészült egy okoszebra, amely a gyalogosok védelmét hivatott szolgálni, a vadvédelmi központban pedig a projekt záró elemeként egyebek mellett játszóeszközöket telepítettek, valamint egy röpdével és kifutóval is bővült a létesítmény. Csete Gábor, a Városgondnokság természetvédelmi szakmai vezetője elmondta, hogy idén eddig 1096 állat érkezett a vadvédelmi központba, amely jelentős emelkedés a tavalyi évhez képest, évvégéig pedig további gyarapodás várható. Nagyon örülünk neki, hogy a projekt záró elemeként sikerült olyan forrást is kapnunk, amivel létre tudtunk hozni egy belső bemutató teret, tehát gyakorlatilag ez egy mini tanúsvény, amit a belső szakvezetéseinknél fel tudunk használni, de egyénileg is tudják használni a látogatók, interaktív elemek, és nagyon sok olyan tartalom van rajtuk és bennük, ami a legfontosabb természetvédelmi problémákkal foglalkozik. Úgyhogy azt gondolom, ez is egy kicsit hiánypótló itt a környéken is. A sikeres fejlesztési projekt megkoronázásaként a központ munkatársai visszaengedtek egy nagy kócsagot természetes élőhelyére. A madár, amely a Magyar Természetvédelem címermadara, másfél hete került a Sóstó Vadvédelmi Központba, a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkból, és rövid lábadozást követően a Sóstó vízén nyerhette vissza a szabadságát.